Sziasztok, Anzsi vagyok. Biztosan éreztétek már ti is, hogy valami édességet ennétek, de nincs kedvetek elmenni a boltba, és sütni is csak akkor van kedvetek, ha valami nagyon egyszerű süteményt tudtok elkészíteni. Ebben a videóban szeretném nektek megmutatni, hogy én hogyan készítem a linzet, ami nagyon-nagyon egyszerű, és mindazonáltal nagyon finom is. A legfontosabb dolog a linzer elkészítésénél az az, hogy minden egyes összetevőjének hidegnek kell lennie, és amikor összegyúrjuk, nagyon gyorsan kell vele dolgozni, hogy ne nagyon melegedjen fel. Ez a legnagyobb titka az egésznek. Úgyhogy én most mindent kipakolok a hűtőből. A linzertészta elkészítéséhez szükségünk lesz 30 deka lisztre, 20 deka vajra, 10 deka porcukorra, egy tojás sárgájára, egy csomag vaníliás cukorra, fél citrom reszelt héjára és egy teáskanás hűtőporra. A töltelék nálam most barack lekvár lesz, egyébként bármilyen másfajta lekvárral lehet ízesíteni. Semmi más dolgunk nincs, mint a lisztben elmorzsolni a vajat, aztán pedig minden mást hozzá keverni a lekvár kivételével. Hogyha a tésztánk teljesen összeállt, akkor egy fél órára betesszük a hűtőbe. Letelt a fél óra, a tésztánk teljesen áthűlt, úgyhogy annak érdekében, hogy így is maradjon, csak a felét veszem ki a tálból, és ezzel kezdem a tészta kiszaggatását. A többi megy vissza a hűtőbe. Nem nagyon kell át sem gyúrni, csak meglisztezzük a munkalapunkat. Kicsit a tetejét is, és körülbelül 3 mm vastagságúra nyújtjuk. Hogyha ezzel megvagyunk, fogunk egy formát. Nekem sajnos nincs rendes linzer formám, de egy ilyen alakú forma, plusz egy habzsák csövének a vége, megfelelő erre a célra. Egyébként bármilyen más alakú formával is ki lehet szaggatni, az alakja igazából teljesen mindegy. Arra kell figyelni, hogy a tele linzerek és a lyukas linzerek egyforma mennyiségben legyenek, mivel össze kell majd őket ragasztani. Kiszaggatott formák, hogyha megvan mindegyiknek a párja, akkor mehetnek a sütőlapra vagy sütőrácsra, és körülbelül 10 percig sütjük őket 175-180 fokon, vagy addig, amíg kicsit el nem kezdenek barnulni. Ha nem nagyon akarnak feljönni, egy ilyen lapát segítségével fel tudjuk könnyedén kapkodni a linzereket. A maradék tésztát újra összegyúrjuk, és kinyújtjuk, kiszaggatjuk ugyanígy, amíg a tepsink tele nem lesz. Ilyen szép aranybarnának kell lennie, amikor elkészül a linzertésztánk. Ezután már csak annyi a dolgunk, hogy megtöltsük lekvárral. Már is mutatom. Az első adag, ami kisült, már ki is hűlt, úgyhogy jöhet a töltés. Elővettem az én legcukibb kis kanalamat, ezzel fogom megtölteni. Egy telire rakok egy kis kanál lekvárt, középre, és amikor ráteszem a tetejét, akkor középen kilóg majd a lekvár, viszont a szélét azt úgy össze fogja tapasztani. Így folytatom, és a legvégén, ha az összes kisült, akkor majd szépen leszúrom porcukorral. Amikor egy adagnyi már kész van, akkor vaníliás porcukorral megszórjuk a tetejét.
Elkészültek a linzerkarikák, nagyon finomra sikerültek. A legjobb, hogyha pihen egy egész éjszakán át, de akár így is lehet enni, csak így egy kicsit ropogósabb lesz. Hogyha pihen egy éjszakát, akkor nagyon finom omlós tésztát kapunk. Hogyha tetszett nektek ez a videóm, akkor feltétlenül nyomjatok nekem egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra. Ne felejtsétek el megnézni az előző sütemény receptjeimet sem. Köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!